Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Mint arról már beszámoltunk, elültették Sopronban a férfi felelősség fáját, méghozzá a férfiak klubja jóvoltából. És ebből az alkalomból köszöntöm is Németh Róbertet, a soproni szervezet vezetőit itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. No, akkor nézzük gyorsan, mi is ez a férfi felelősség fája, aztán rátérünk a férfiak klubjára is. Ez a férfi felelősség fája egy szimbólumrendszer, amely a férfiak klubja egyik missziójaként a Kárpát-medence több városába ültetése került. Klasszikusan egy diófa, ami önmagában is szimbolikus jelentőségű, ami mögötte van igazából a kulcsüzenetek, hogy a családi és közösségi felelősségvállalást hivatott szemléltetni, tehát a férfiak egyik fő kötelessége, hogy ezt tegyék. Annak érdekében értelemszerűen, hogy ezek az értékeket eltörökítsék a következő generációk számára, egy mintát tudják felépíteni és tovább örökíteni a következő generációnak. És akkor most lehet, hogy sok hölgynézőnk felkapta a fejét, hogy férfiak klubja, két férfi beszélget erről, vajon miről is lehet szó. Itt férfiak, akik egymás közt megveregetik egymás vállát, hogy ügyesen dolgozunk, meg jók vagyunk a családban, de tulajdonképpen ez egy sokkal magasztosabb cél, ami miatt megalakult a férfiak klubja. Úgy gondolom, hogy mindenképpen igen. Ez egy közel 6 éves, azt gondolom, hogy sikertörténet. A férfiak klubban manapság Magyarország legnagyobb férfi motivációs mozgalmával nőtte ki magát, tehát ha jól emlékszem, 150 ezer fölötti követője van a központi Facebook oldalnak, de azt gondolom, hogy a Kárpát-medence valamennyi régiójából csatlakoztak a kezdeményezéshez férfiak. A fő célkitűzés igazából megerősíteni a cselekvő szolgáló férfi értékeket, azért tesszük mindezt magunkért, családjainként, a nőkért, hogy megerősödjenek a családok, és végsősorban ez azt gondolom egy társadalmi misszió is egyúttal. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy a férfi őrült módjára dolgozik azért, hogy legyen pénze a családnak, csak éppen egy idő után pénze lesz, csak családja nem. Ezt jól értem? Abszolút. Látjuk és érezzük azt a társadalmi kihívást, hogy nyilván mindenki tudja azt, hogy milyen magas a vállások aránya. Másrészt a férfiak, ahogy említésre került, túldolgozzák magukat, nincsenek fizikálisan jelen. Tehát nincs meg az a férfi minta, ami korábban volt. Egyre kevesebb a pedagógus férfiak aránya. Tehát hiányzik az a férfi minta, ami azt gondolom, mint a fiúknak, mint pedig a lányoknak szükséges lenne. Ahhoz, hogy fel tudják építeni a saját egyéniségüket. Mivel nincs ilyen, értelemszerűen próbálják magukat mozaikokként felépíteni, köztudottan a médiából próbálnak mintákat kiszedegetni, több-kevesebb sikerrel, ugye? És legyen az a férfi, ami mondjuk ennek a médiából szedett mintának meg tud felelni egy lányról szemben. Tehát azt gondoljuk, hogy igenis fontos az, hogy ezt a férfiasságnak az eszmerendszert, ami egy ideális nehezen megfogható ugyan, de azt gondolom érdemes egy kicsit mélyében tekinteni ennek, és magunkban megerősíteni, építgetni magunk miatt, hogy jobb emberek legyünk, és ha jobb emberek vagyunk igazából, ezt a nőkkel összefüggésben tudjuk igazából értelmezni, akkor él egy férfiasság, van mellette egy nő is. Ha kettő működik, egy férfi-nő szövetség, megerősödik a család, és innentől kezdve már egy társadalmi aspektusról beszélünk. Ugye a társadalmi felelősségvállalás is egy nagyon komoly feladat, de hogy jut el mindez az emberekhez, hiszen akárhogy is nézzük, ha már klubról beszélünk, azért ez egy zárt körnek tekinthető. Igen, megválaszolásra kanyarodjunk át talán soproni aspektusokhoz. Tehát 2019. februárjától datálódik az időszak, amikor megalakult a soproni szervezet. És amit legelső eredményként azt szeretném aláhúzni, hogy igenis vannak olyan férfiak Sopronban is, akik hajlandók cselekvő módon tenni a cselekvő szolgáló és a családközpontú férfiasság tekintetében. Tehát alakult egy olyan kör, akik ezt a szellemiséget vallják, és havonta kétszer összegyűlve ezt ápolják, és a tevékenységeken belül van ez a társadalmi felelősség, amiről szeretnék majd később beszélni. Szerintem beszéljünk is akkor róla, jó? Tehát ez is egy fontos. Tehát az elmúlt 29 hónap szerintem elég aktív volt a férfiak klubja soproni szervezete számára. Megalakulás után elfogadtunk egy akciótervet, amit sikerült is megvalósítanunk, azt gondolom. Egy több pillérje van, tehát olyan dolgokat szeretnék megvalósítani, erőtetésre elmondanám, amelyek a család vagy a közösség számára fontos értékeket tudnak mind megerősítve, mind pedig kisugározni a gyermekeink számára. Ez az alapvetés. Tehát az első pillanat azt gondolom a társadalmi felelősségvállalás.
Itt olyan dolgokat tettünk, teljes igénye nélkül többek között, hogy a Sopró Holdinggal karöltve örökbe fogadtuk a Szent Imre teret, az alsó lövérek egyik kis, nagyon kis helyes tere, ahol májusban és október hónapban a világosításban, a térnek a szépítésében tudtunk szerepet vállalni gyermekeinkkel együtt. Azt gondolom, egy olyan minta, amit érdemes kisugározni a gyermek és a közösségek számára. Vagy pedig, hogy tovább menjek, például volt áprilisban egy közös szemétszedés közterekről, vagy pedig egy októberi tevékenység volt szintú egy úgynevezett erdőfürdőzés, tehát amikor közösen mentünk ki gyermekeinkkel, ebben az esetben mondjuk teljes családdal mentünk ki, hogy átadjuk a gyermekeinknek a természet, az erdő szeretetét, az erdőjárás szabályait, az állatok és a növényekhez hogyan kell viszonyulni. Azt gondolom, hogy szintén egy társadalmi dolog, ami hogy lássák a gyerekek, hogy milyen érték és milyen felelősség is egyúttal a természetben lenni. És hogyha már itt szóba került a család, szóba került a gyermek, ugye apa-fia köröket, illetve csoportokat, táborokat hoz létre a klub, ezt miként lehet elképzelni? Országosan igen, ez egy sikeres kezdeményezés. Sopronban ezt mi az elmúlt évben ilyen Ipoly túrában fordítottuk le, ami filozófiai tekintve lényegében ugyanaz. Tehát ez a férfi közösség gyerekekkel együtt egy többnapos nomád túrán vett létre Ipolyon, aminek a célja az volt, hogy egy mintát mutassunk, igazából egy minőségi időt szervezzünk a családok számára, illetve a apák és a gyermekek számára, hogy lássák az apát cselekedni, a férfiakat egymás között beszélgetni, döntéshozni, problémát megoldani. Ez a dolog, ami nem biztos, hogy minden családban megvan, mert az említett példák miatt vagy nincs ott a férfi, vagy ha ott van, akkor igazából fizikálisan nem tudja azt a mintát néha ő hibáján kívül eljuttatni a gyermeke számára. Tehát ezt a célt szolgálta ez a bizonyos apa-fia, vagy akár ha itt Ipoly túra. És hogy vannak a hölgyek egyébként a klubbal kapcsolatosan? Ők is megkapják a maguk lehetőségét, hogy tegyenek valamit, például a családok összetartásáért, vagy ők kiszorulnak? Egyáltalán nem szorulnak ki. Országos szintre azt gondolom, hogy több tízezeres női támogatókör a férfiak klubja mögött. Soproni szinten ezt az aspektust is elkezdtük már feszegetni. Volt egy úgynevezett juniális rendezvényünk, amikor a férfiak kvázi szolgálták a nőket, tehát meghívtuk a hölgytagjait a családnak, és mi főztük, mi láttuk őket vendégül. Ez is azt gondolom a szolgáló szellemiségnek egyik szép kifejezés mondja volt. Miként lehet például most így a Sopron televízión keresztül persze, de más csatornákon népszerűsíteni ezt a kezdeményezést? Köszönhetően mondjuk a helyi középiskolák támogató hozzáállásának volt lehetőségünk az elmúlt néhány hónapban több oktató tevékenységet folytatni, tehát azt a szellemiséget, amiről beszéltem most, ezzel iskolákba menni, osztályokban beszélgetni. A héten volt itt a Bedő Imre alapító, aki mint a Bercsony, mint pedig a Szent Orsolya gimnáziumban több mint 200 középiskolás gyermekkel tudott beszélgetni ezek az értékekről. De jó magam is megfordultam az Orsolyába, a Széchenyibe, és reményem szerint a jövő héten pedig az Ötvösbe mehetek el, ahol jövő péntekre egy ilyen csendes nap keretében tudunk ilyen szellemiséggel beszélgetni a gyermekekkel. És mi a könnyebb? Ha már felnőtt férfiakat meggyőzni, hogy csatlakozzanak, vagy esetlegesen már előkészíteni a fiatal felnőtteket arra, hogy mi vár rájuk az életbe, és ahhoz hogyan álljanak hozzá? Én azt gondolom, a fiatalsággal talán nekem több szerencsém volt eddig. Tehát mindig csillogó, nyitott szemeket látok. Tehát azt gondolom, van még remény, tehát 24. órában vagyunk szerintem, de még egyáltalán nem elveszett a történet. Tehát látok nyitottságot, jó kérdéseket látok a gyermekektől, úgyhogy biztos vagyok benne, ez a tanítós, oktató misszió, ez a mag, amit elhintünk közösen az Imrével, meg a többiekkel, ez mindenképpen jó talajba fog hullani majd. És ugye az is fontos, hogyha valaki szeretne csatlakozni, már csak azért is, mert mondjuk látja ezt a beszélgetést, vagy hallott róla, olvasott róla, akkor mennyire könnyű bekerülni ebbe a klubba, ebbe a körbe? Én azt gondolom, hogy nincsenek felvételi kritériumok, sokkal inkább, amíg férfi úgy érzi, hogy ezek alapján, az elvek alapján, amit megfogalmaztam korábban, ezt magáinak érzi, vagy ebbe az irányba akar fejlődni. Van egy kisebb Facebook közösségünk. Én azt gondolom, hogy azon keresztül keresse a kapcsolódási pontot. Ott fogja látni a közös tevékenységekkel való felhívásokat. Ha úgy gondolja, teljesen önkéntes alapon csatlakozzon, ott találkozhatni fog azokkal az emberekkel, akik már hónapok óta
ebbe az irányba kéz a kézbe menetelnek, és ha tetszik, akkor csatlakozzon hozzánk és meneteljen velünk együtt. Mi az ideális terv, mi az, amit szeretne megvalósítani a Soproni klub, vagy akár mondhatjuk az országos klubot is? Tehát a tervünk az igazából, hogy ez a szellemiség ez minél tágabb körben találjon meg hallgatásra, és végsősorban a fő stratégia cél az, hogy a családokat meg tudjuk erősíteni. Azt gondolom, hogy a válási arányok csökkenésében ez bármilyen szinten hozzá tud tenni valamennyit, akkor már nem értük és nem tevékenykedtük hiába. Én ehhez a munkához sok sikert és természetesen sok erőt kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.